Jó, közben kaptam itt két cikket. Krupice Ferenc az idén azt mondta, hogy ő teljesen korrektül nyilatkozott, és semmilyen vádat nem fogalmaztak meg sem Kis Andrea, sem Krupice Ferenc a Promenád Fideszes Szennylapnak a sajnálatos haláleset kapcsán. Akkor felolvasunk két cikknek csak a leadjét. Kis Andrea, részletes vizsgálat szükséges a nyugdíjas lakóparkban történt halálesetek kapcsán. A képviselő szerint alaposan feltehető, hogy szakmai és vezetői mulasztások történtek az ügyben. Kis Andrea úgy véli, azt sem lehet kizárni, hogy az önkormányzati cég igazgatóságának rosszul felfogott takarékossági intézkedései is közrejátszottak a tragédiákban. De soha nem jutott eszünkbe az, hogy egy ember halálából politikai tőkét kovácsoljunk. Egy betegség, az egészségi állapot meg a család a szent. És nagyon szépen kérem képviselőtársaimat, mindenkit itt a teremben, hogy erre az ügyre a képviselők felelősségével nézzünk, és ne a saját egyéni politikai tőkénket próbáljuk ebből kovácsolni. Köszönöm szépen. Jó, tehát a Fideszes Szennylapban Kis Andrea rágalmakat fogalmazott meg a cég vezetésével kapcsolatban. Krupicer Ferenc, másik cikk, ugyanebben a fideszes gyalászkodásban és politikai lejárató kampányban. Szintén Promenád, szintén Pintérem Lajos számol be Krupicer Ferenc, DK-s képviselőnknek a nyilatkozatairól. Krupicer Ferenc 2. A nyugdíjas lakóparkban történt haláleset alapos vizsgálatot követel. Személyi, egészségügyi, ellenőrzési probléma is felmerülhet a politikus szerint, amelyeket minden részlete kiterjedő alapos vizsgálatnak kell felterítenie. Krupicer Ferenc azt is megérezte, képviselőként még semmilyen tájékoztatást nem kapott a vizsgálat megindításáról, lefolytatásáról vagy lezárásáról. Kis Andreához hasonlóan ő is mélyebbre ásna a nyugdíjas lakópark ügyében. Először is visszautasítanám azt, amit ön mond, Kis Andrea is a maga nevében is, hiszen mi nem csináltunk ebben a politikai ügyet. Szerintem mind a ketten nagyon korrekt nyilatkozatot tettünk újságíró kérdésre, és nem magunktól tettünk mindenféle politikai nyilatkozatot. Azt gondolom, hogy ez egészen más, és nem gondolom, hogy abban a nyilatkozatban bármiféle kivetni volna található. Köszönöm. Krupicer Ferenc azt mondja, hogy szeretném megérezni, hogy a települési képviselőként nem kaptam tájékoztatást az esettel kapcsolatban. Hivatalosan nem tudok vizsgálat megindításáról, lefolytatásáról vagy lezárásáról. Tehát, hogyha most akkor a Fidesz sajtóból értesültem arról, hogy Kis Andrea szeretne vizsgálati bizottságot felállítani, akkor szeretném kérdezni jegyző urat, hogy akkor erről szavaznunk kell Kis Andrea javaslatára, hogy akkor állítsunk fel egy vizsgálati bizottságot, vagy a fideszesek is kérik, ugye? Jó, tehát akkor tessék itt jelezni, ez itt a módja és itt a helye, nem a Fidesz sajtóban üzengetni és mocskolni a vezetését a lakóparknak, hanem itt tessék elmondani, hogyha szeretne vizsgálbizottságot. És ha konkrét gyanúja van.